Bővebb lesz az idei rendezvény kínálat, mint az eddigi megszokott, mondta Bozsadik Róbert polgármester. A leglátványosabb eleme idén az Euromóka Fesztivál lesz, amit annak ellenére programon tart a város, hogy a finanszírozást jelentő pályázat nem nyert támogatást. Továbbiakban is a közművelési bizottságra bízza az Euromóka játékokkal kapcsolatos szervezési feladatoknak a felügyeletét, a játékokhoz kapcsolódó rajzpályázat, emblémapályázatnak a kiírását, a játékokban résztvevő tagoknak a kiválasztását, tehát ebben nem történik változás az elmúlt évek gyakorlatához. Öröm, hogy 2020-ban természetesen hogy mi lehetünk a játékoknak a házigazdája, de ezt a játékokat ugye összekötjük mi a városnapi rendezvénnyel, ami egy jubileumhoz, nevezetesen a város avató 25 éves évfordulójához is kötődik. És ennek keretében felvetődött az elképzelés, hogy a testvértelepüléseket és a testvértelepülési kapcsolatot jelenítsük meg közterületen, és ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy egy barátságoszlopot állítunk a jubileum kapcsán, itt a város szívében a plébánia épületnek a sarkán, ahol a testvértelepülések címere, települések rövid története, testvértelepülési kapcsolatnak a kis történelme kerülne majd megjelenítésre. Annak érdekében egyrészt a városlakók, akik esetleg nem rendelkeznek etére információval, másrészt az ide látogatók is információhoz jussanak. Az oszlop állításának épp úgy, mint az Euromóka versenynek a város költségvetéséből kell fedezetet találni, de mindenre a források rendelkezésre állnak. A napokban ki kellett vágni egy gesztenyefát a templom körüli fasorból, mert élet és baleset veszélyessé vált. Mindez felvetette annak szükségességét, hogy a gesztenyesor minden darabját megvizsgálják. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy megvizsgáljuk egy úgynevezett vadi diagnosztikai eszköz segítségével az összes gesztenyefát, hogy milyen állapotban vannak. Amennyiben a szakértő vélemények alátámasztják, hogy hála jó Istennek életképesek, és még egy 60-70 évet kibírnak, akkor természetesen megpróbáljuk őket továbbiakban is életben tartani. Viszont ha indokolt, akkor úgy döntött a képviselőtestület, hogy az élet és baleset veszély megakadályozás érdekében ezeknek a kivágását nagyon rövid időn belül el kell majd végezni. És szakértőt kérünk fel a tekintetben, hogy a helyükre milyen fa pótlását javasolják. A mi építési szabályzatunkban fel van sorolva jó néhány fatípus, ebből tud a szakértő majd meríteni. Nagy valószínűséggel az évtizedes hagyományoknak megfelelően gesztenyefák kerülnének visszaültetésre, esetlegesen kivágásra kerülő fák helyére. A vizsgálat és annak eredményének ismeretében gyors beavatkozásra lesz szükség, nehogy a fák ügyezni kezdjenek közben. Várhatóan két héten belül megszületik a döntés a fasor jövőjéről.